Hello! Képzeld el, úgy mentem most el fürdeni és zuhanyozni, hogy nem jelentettem be a férjemnek. Lehet, hogy pszichopata vagyok? Mert hogy hát a nők mindig bejelentik, mint egy sátoros ünnepet, hogy elmentem fürdeni, meg hajat mosni, meg tojtam, meg nem tudom micsoda, és egyszer csak lefürödtem szó nélkül. Lehet, vissza kell mennem terápiába még egy pár évre. Na, mai téma, ez a második videó, amit készítek róla, az előzőt nem mertem fölrakni. Mai téma, itt belövöm a séromat, nagyon szép vagyok. Sétáltam ma 10 kilométert a római parton a férjemmel. Egykor indultunk el otthonról, hétre értünk haza, 6 órát voltam ma a természetben. Mai téma, mit csináljak, ha a gyerekem transz? No, hát kezdjük kicsit Ádámtól, Évától. Hol volt, hol nem volt, megjelent az éterben ez a tuktuk nevezetű förmedvényes agyrágó bogár alkalmazás. Ugye én 46 múltam, tehát boomer vagyok, vagy mit, én már öreg vagyok. És úgy voltam vele, hogy letöltöm a TikTokot, mert hogy hát, ha tudok a fiataloknak tartalmat gyártani, aztán rövid idő múlva rájöttem, hogy hát nem valószínű, hogy engem fognak követni, meg hát én nem tudok ilyeneket csinálni, hogy táncolok, meg segget rázok, meg kólába dobálok Smarties cukorkát. És letöltöttem ezt a TikTokot, mint szűz felhasználó, így a semmiből, és 10-ből 9 tartalom arról szólt, hogy levágott mellű fiatalokat tolt az arcomba a TikTok. És én néztem, hogy bazánk most azt hiszi, hogy nekem ez az érdeklődési köröm, vagy ez a trend, vagy így van beállítva az algoritmus, hogy mi van, de így nagyon ijesztő volt, hogy most itt nem az ítélet, nem ítélet tengelyen mozgok, mert régebbi videókból, meg aki régebb óta ismer, azt tudja, hogy nálam jó ember van, meg rossz ember, tehát hogy én nem vagyok ilyen fóbiás, meg ilyen vaskalapos idióta, de nem ebből a szempontból nézem, hanem mindig ilyen önismereti, lelki oldalról nézem a dolgokat, meg az embereket. Tehát, hogy jöttek szembe ezek a tartalmak, és hát ezek a lecsonkolt testek, mert hát az azért, ezt mondjuk ki, akármilyen PC világban élünk, hogy ez engem ez kurvára megijesztett, hogy Jézus Mária, ott van, nem tudom, 10-20 éves fiatal, levágott mellekkel, friss operáció, mutogatja magát minden, hogy ez engem nem érdekel, nem azért nem érdekel, mert így indulatok vannak bennem, vagy haragszom, vagy elítélem, hanem azért, mert én ehhez nem tudok kapcsolódni. És akkor elkezdtem ezeket az oldalakat letiltani, hogy hát ne legyen már vele tele az oldalam. Akkor jöttek mindenféle melegek, meg másság, meg szivárvány, nem tudom, és akkor elkezdtem egy pár nap után gondolkodni, hogy ez mi ez a TikTok, hogy velem van a baj, vagy ez tényleg így működik, és akkor többen elkezdték nekem magyarázni, hogy kövessek be oldalakat, mert hogy milyen jó a tuktuknak az algoritmusa, mert majd olyan oldalakat dob fel nekem, ami releváns, tehát amire kíváncsi vagyok. Hát mondom, azért én nem követek senkit, meg nem nagyon érdekel itt semmi, mert hát, hogy emberekkel beszélgetek ugye elég sokat, ami elég fárasztó, meg másrészt persze fel is tölt, de hogy én itt pluszban nem követek embereket, mert hogy igazából itt kurvára nem érdekel, hogy mit gondolnak a celebek, meg a híres emberek. És akkor bekövettem ilyen bálnákat. Tudod, ilyen bálnás oldal. A bálna az mégsem beszél, nagy, úszik az óceán, bálna. Bekövettem ilyen óceános oldalakat, tudod, amilyen ilyen antiagresszív. Akkor bekövettem ilyen indiai, celeb, buddhista gurukat, akik ilyen nagyon szépen ki vannak díszítve, ilyen jókat röhögnek azokon a témákon, amiről én beszéltem, bántalmazás, narcizmus, ez szerintem meg se értik, hogy ez micsoda. És akkor bekövettem ilyen okosnak tűnő, vagy bölcs, inkább bölcsnek tűnő embereket, és mindent, ami ilyen agressziómentes, azt így próbáltam bekövetni, de hát nem tudtam sokat, ilyen 10-15 oldalt. És utána úgy nézett ki a hírfolyamom a tuktukon, hogy 10-ből 7 transz, más nemű szivárványos tartalom, és akkor néha jött egy bálna, vagy egy óceán. Mondom, bazd, egész hihetetlen. És akkor egy pár nap után letöröltem ezt az alkalmazást, csak azért beszélek erről, és tényleg így nincsenek bennem indulatok, meg gyűlölet, tehát félreértés ne essék, hogy ugye van a kiskamasz meg a kamaszkor, amikor még azért elég éretlen az idegrendszer, tehát tényleg ilyen 9-10 éves gyerekek azért már nyomkodják ezt a kibaszott izét, TikTokot. Na most, amikor a gyerek, a tini, kis tini, ugye jön neki az a nagy hormonális változás, amikor belép a kamaszkorba, ami eleve egy ilyen fővárosi nagy cirkusz. Tehát itt teljesen meg van hűlve a gyerek, akkor is, ha pszichésen viszonylag normális. Tehát ez egy teljesen meghűlt, feje tetejére állt, identitászavaros, elmebeteg,
hormonzavaros korszak, ez a tinédzserkor, és amikor a gyereknek így stabilizálódnia kéne, testileg, lelkileg, biokémiailag, agyilag, idegrendszerileg, mindenhogy, akkor belép az életébe a közösségi média, ami ezt a nagy cirkuszt még jobban felreállítja. Mert annyi minden ömlik, és én most itt nem akarok ilyeneket mondani, hogy ilyen nem váltó óvodások, meg ilyen baromságokat, de hogy az a rész, az szerintem igaz, hogy egy idegrendszerileg és identitásügyileg éretlen, képlékeny korba, ha belép ennyi ellentétes tartalom, az bizony össze tudja zavarni a gyereket. Én értem azt, hogy most már nagy a választék 2023-ban, tehát hogy mindenki lehet minden, nekem az rendben van. Tehát lehet tényleg traktorbelső, meg aszexuális, meg biszexuális, meg meleg, minden lehet, de hogy engem az a rész érdekel, hogy boldogan élnek-e az emberek, és hogy megtalálják-e a valóságos identitásukat. Mert van ennek egy jó oldala, hogy amikor mondjuk lecsengett a tinédzserkor, akkor a nagyobb acska gyerek rájön, hogy ő valamelyik csoportba tartozik. Tehát ennek ez a pici jó oldala van, hogy tudja legalább, hogy van ilyen, hogy aszexuálisak, vagy akármicsoda, bináris, vagy nem tudom micsoda. És akkor azt mondja, hogy ja, akkor én az vagyok. De hogy nagy mennyiségbe ömlik a nagyon érzékeny korszakban lévő tinikre egy olyan tartalom, ami szerintem őket jellemzően még jobban összezavarja. Ami nekem a személyes tapasztalatom, és nem ilyen kispados okoskodás, ez nem is az én területem, ami nekem személyes tapasztalatom az, hogy jön mondjuk a 13 éves tini, akit én megismerek. A 13 éves tini lány, Andinak hívjuk szokás szerint, jön oda hozzám Andi, és bemutatkozik, és azt mondja, hogy hívjam őt Neónak. Hogy? Neónak. Mert hogy ő semleges, és hogy hívjam Neónak. És akkor úgy öltözködik, hogy nem is fiú, nem is lány, a frizurája is olyan, és akkor Neónak hívom, mert hát Andi azt mondta, hívjam Neónak, hát akkor az meg nyilván elfogadom, és Neónak hívom. De elkezd terápiába járni, elkezd csoportokba járni, kibújik ugye az állarca mögül, és utána azt mondja, hogy azért most már eltelik pár hét, most már hívjam őt Andinak, mert rájött, hogy ő heteró. Akkor Andinak hívom. Utána eltelik megint egy pár hét, akkor azt mondja, hogy rájött, hogy figyelj, Viki, az van, hogy én igazából biszex vagyok, mert fiúkba is szerelmes vagyok, meg lányokba is. És ez megy így A7, B7, C7, D7, hogy folyamatosan változik a gyereknek az identitása, mert a leghalványabb finge sincs róla, hogy mi. És volt elő egy nagyon érdekes cikk vagy videó, már nem emlékszem, hogy hol láttam, vagy hogy olvastam, de valami olyasmi volt a felütés, hogy nem transz, csak borderline. És ez egy kurva érdekes felvetés, így a transzneműséggel kapcsolatban, hogy én is annak a pártján állok, hangsúlyozom, mint laikus, tehát csak mint ismeretterjesztő, önismerettel foglalkozó ember, hogy mielőtt a gyereknek azért levágatnánk mindkét mellét, azért egy pár év pszichoterápiát jó lenne, ha ráküldenénk. Mert olyan gyerekről is hallottam, akinek normálisan fejlődött a nemi identitása, tehát hogy normálisan ketyegett a gyerek, de történt vele egy szexuális abúzus, idősebb fiúgyerekek megerőszakolták, és a gyereknek szétesett az identitása, tehát másnap reggel fölkelt, és azt mondta, hogy ő transz, utána azt mondta, hogy ő meleg, és utána, hogy aszexuális, tehát hogy trauma hatására is megváltozhat az identitás. Ez nagyon fontos. És hogy azok a gyerekek, akik transznak mondják magukat, és én ismerem őket, ezek 13 és 17-18 év közti tinik, ők mind traumatizáltak. Tehát én elhiszem, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindent el kell fogadni. Ugye én nem vagyok híve ennek a kellnek, mert én azt mondom, hogy az embernek lehetnek érzelmei. Nekem itt a másság témával kapcsolatban túl sok érzelmem nincsen, mert erről nem mondom, nem ez alapján ítélek meg embert, engem sokkal mélyebben érdekel ez. Tehát nem azt mondom, hogy indulatok legyenek, de lehetnek, nyilván egy szülőnek lehet egy csalódás, vagy egy szomorúság, ha a gyereke azt mondja, hogy ő másmilyen, és nyilván utána empatikusan ezt át tudja vele beszélni.
De hogy lehetnek érzéseink és gondolataink, de kötelesek vagyunk etikusan, tehát jól bánni a másik emberrel, ez fontos. Tehát nekem is vannak gondolataim azzal kapcsolatban, hogy az HBO meg a Netflixen azért most már nekem elég nehéz fehér heteróként filmet választani, és akkor úgy vagyok vele, hogy oké, de hát annyi ideig voltak elnyomásban azok, akik mások, hogy persze nekik is legyen, csak hogy most meg már azért kezdünk átesni a ló túlsó oldalára, hogy bele tuszmákolnak amerikai filmekbe olyan karaktereket, akik igazából most így meglegyen a kvóta, vagy nem tudom mi, akkor ő semleges, és akkor nem tudom, hogy fiú-e vagy lány. Tehát, hogy nyilván a MeToo-tól kezdve a másság elfogadáson keresztül nagyon sok minden át tud esni a ló másik oldalára, és ennek nehéz megtalálni a közepét. A közepe számomra az, hogy nekem mindenki oké, csak legyen boldog. Tehát, hogy tényleg lehet kék, sárga, zöld, UFO, akár dömper, redőny, tehát nekem teljesen mindegy, csak hogy legyen boldog. Most itt a transz dolognál a boldogság viszont nem biztos, hogy kijön már, mint az egyenlet. Mert hát vannak olyan kutatások, meg hát olyan statisztikák, hogy nagyon magas az öngyilkossági ráta, tehát nagyon magas az öngyilkosságok száma a nem váltó műtétek után, mert hogy a border csoportból kerülnek ki nagyon sokan, akik úgy érzik, hogy transzneműek, mert a bordereknél van egy ilyen belső vívódás, hogy ők nem tudják, hogy kicsodák. Ugye a borderline személyiségzavarról nekem már van néhány nem szakmai videóm, de szent meggyőződésem, hogy én nagyon jól tudom olvasni a bordereket, meg nagyon értek az ő nyelvükön, és nagyon át tudom érezni, hogy ők miben vannak, és ugye a borderline-ban van egy ilyen örökös ki vagyok én kérdés, de van bennük egy örökös pánik, egy örökös szorongás, hogy én ki vagyok, meg mi az én identitásom, meg mi az életem célja, hogyan kapcsolódjak, amikor kapcsolódok, hogyan meneküljek, amikor elmenekülök, akkor a depresszió, hogy elmenekültem, kapcsolódni akarok, de kiközösítettek. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz belső dinamika, amit a borderek működtetnek magukba, és én kurvára együtt érzek minden borderline-nal, és nem tartom őket a világ segjukának. Egyszer írta egy borderline e-mailbe, hogy köszöni az e-mailjeimet, és végre a videóimat, és végre valaki, aki nem azt gondolja, hogy ők a világseglyukán egy pattanás. Hát én egyáltalán nem ezt gondolom a borderekről, tehát az ő szenvedésük valós. Viszont, mielőtt levágatjuk a gyerek melleit, és elkezdődik a hormonkezelés, érdemes ránézni egy pszichoterapeutával, vagy egy pszichiáterrel, hogy a gyerekről legyen diagnózis. Tehát, hogy amikor odajön a 15 éves A7-en, hogy anya transz vagyok, tehát odajön március 7-én, hogy anya transz vagyok, azért március 8-án ne vigyük már el a gyereket a kórházba, hogy alakítsák át, hanem szerintem én azt javaslom, ha bármit is merhetek, vagy jogosult vagyok javasolni, hogy először nézzünk rá a gyerekre, mert egyáltalán nem biztos, hogy transznemű, simán lehet az, hogy benne van egy hormonális változásban, vagy benne van egy kezdődő személyiségzavarban, teljesen össze van kuszálódva, és nem transz, hanem tényleg a borderline személyiség zavar felé megy, és hogyha megtörténik az operáció, nem lesz boldogabb. Tehát, hogyha nekem lett volna gyerekem, már nem lesz, ugye, öreg vagyok. Ha lett volna gyerekem, és egy szép napon azt mondja, hogy figyelj, anya, azt hiszem, hogy transz vagyok, akkor ott az egész család elment volna terápiába. Tehát én visszahúztam volna pszichoterápiába, az apja szintúgy, a gyerek szintúgy, plusz családterápia, meg családsegítő, meg minden. És akkor azt mondtam volna a gyereknek, hogy oké, ha ez 5 év múlva is fennáll, akkor én támogatom azt, hogy te olyan identitással éljél, amivel akarsz, de mondjuk 15 és 20 között biztos, hogy nem engedtem volna. Nem azért, mert én egy telibevert, köcsög, vaskalapos szülő vagyok, hanem azért, mert nem biztos, hogy igaz, amit a gyerek mond, mert lehet, hogy a gyerek sem tudja, hogy mi történik bennem, és nekem, mint egy empatikus jó anyukának, ugye az lett volna a feladatom, hogy én érezzem tisztában, mint a gyerek, tehát én, mint a nagy mosógép, a nagy tisztítógép, a kis csápjaimmal, ugye, rá kellett volna, hogy hangolódjak a gyerekre, hogy érezzem, hogy mi történik benne, és azt éreztem volna, hogy ez egy őrület, ez egy káosz, ami benne van, össze-vissza vannak a dolgok, akkor nyilván nem mondtam volna egyből azt, hogy fekszünk a kés alá, hanem először nézzük meg, hát ha történt vele olyan trauma, amiről nem tudok, hát ha volt szexuális abúzus az iskolában, az óvodában, az edzésen, a vallási közösségben, a családban, bárhol, amiről nem tudok. Tehát először ennél a transz dolognál érdemes ránézni a terápiás tengelyre.
Tehát érdemes csinálni egy múltfeltárást, érdemes elmenni pszichiáterhez, esetleg olyan pszichiáterhez, aki pszichoterapeuta is, tehát beszélget is, nem csak gyógyszert ír fel, hanem még múltfeltárást is csinál. Vannak már gyerek pszichodráma csoportok, ha jól tudom, van gyerekjóga, gyerekönismeret. Tehát, hogy én csak azt szeretném mondani, tehát nem lebeszélni akarok senkit a megtalált identitásáról, csak azt szeretném mondani, hogy ez a tinédzser kor, ez annyira nagyon érzékeny, annyira minden ott dől el. Tehát ugye, amit a kedvenc terapeutám, dr. Keresztes Zoltán is mond, hogy a tinédzserkor végéig van esélye a szülőnek visszahúzni, úgymond a személyiségzavart a gyereknél. És én látom a tiniket, hogy olyan 15-16 éves korig, ha kibaszottul sok terápiát kap, tehát ilyen napi 24 óra, akkor a gyerek még úgymond kitisztítható, és be lehet rántani őt a valóságba. Tehát érdemes a tinédzserkor végét legalább megvárni azzal, hogy egy életre szóló és drasztikus döntést hozzunk. Mert ha 15 éves gyerek köti az ebet a karóhoz, elkezdődik a pszichoterápia, és 20 éves korában úgy jön ki a pszichoterápiából, hogy még mindig azt érzi, amit érez, akkor az rendben van. Csak hogy ilyen első bemondásos alapon szerintem nagyon veszélyes ezt csinálni, és nagyon érdemes lenne szétszálazni azt, hogy transz, meg borderline. Mert hogy sok az öngyilkosság. És engem ez érdekel, tehát engem nem az érdekel, hogy transz vagy nem transz, hanem az, hogy ne ölje meg magát, és legyen boldog. És hogy ez az identitás dolog, és félreértés ne essék, én nem akarom kiterápiázni a melegeket, mert nincsenek ilyen fejlővéseim, de azt mondom, hogy az életünkben, most kezdek rájönni tényleg, ahogy öregszem, az életünkben a legtöbb dolog, ami a személyiségünket érinti, ott dolgozni kell a traumáinkkal, mert amikor trauma történik velünk, bármelyik életszakaszban, de jellemzően kiskorunkban, a tinédzserkor előtt, hogy a trauma az olyan, mint egy ilyen ezerágú fa, hogy egész egyszerűen bármi kinőhet belőle. Tehát traumatizált gyerekből lehet mindenféle személyiségzavaros gyerek, lehet evészavara, lehet identitászavara, lehet belőle önsértő gyerek, lehet belőle hanghalló gyerek, ugye a legújabb, amivel találkoztam, illetve nem annyira új, hogy a verbális bántalmazásnak köszönhetően többek közt, tehát anyuka-apuka rendszeresen minősíti a gyereket, abból mondjuk kifejlődhet egy olyan tini, később felnőtt, akinek hangok vannak a fejébe, tehát van mondjuk női, vagy férfi, vagy mindkettő, vagy még több hang a fejében, és folyamatosan bántalmazó hangokat hall. Tehát ismerek ilyen tiniket, akiknek 0-24-ben megy a hang a fejében, ugorjál a hévvelé, semmire nem vagy jó, úristen, milyen dagat vagy, mászunk fel a tetőre, ugorjál le. Tehát, hogy ezek rendszeres, általában ezek ilyen bántalmazó hangok. Tehát azt mondom, hogy ha gyerekkel rossz dolgok történnek, és a trauma az egy olyan dolog, amire a gyereknek nincsen eszköze. Tehát elhanyagolják csecsemőkortól kezdve, vagy bántják, a falhoz csapkodják, rugdossák, kitörik kezét, lábát, szexuálisan bántalmazzák, szavakkal verik. Tehát bármi, ami rossz dolog történik a gyerekkel, abból kifejlődhet valami, és az egyik ág az az identitás. És hogy simán lehet az, hogy a gyerekkel trauma vagy traumák történtek, és benne fölborul ez az egyensúly, tisztázatlan lesz a személyisége, úgy érzi, hogy eltávolodik önmagától, aztán visszajön, aztán nem tudja, hogy ő kicsoda, fura gondolatok lesznek úrá rajta, fura érzések, hogy én nem ellene vagyok a nem átalakító műtéteknek, hanem én csak azt szeretném mondani a szülőknek, hogy érdemes időt adni, hogy tényleg ne 14-15-16 éves gyerekek menjenek átoperáltatni magukat, hanem leginkább 20 pluszosak, amikor a személyiség már stabilizálódott. Ez így oké, érthető? Hogy először tök jó lenne a gyereket elvinni, úgyhogy tudjon járni heti 2-3 alkalmat pszichiáterhez vagy pszichoterapeutához, tudjon vele beszélgetni, múltfeltárást csinálni, mert mondom, én a saját szememmel láttam olyat, és a saját szememmel tapasztaltam olyat, hogy amikor a gyerek elkezdett kapni többféle terápiát, sématerápia, pszichoterápia, színházterápia,
zeneterápia, egyéni terápia, asszertív kommunikáció, stb. Tehát a gyerek elkezdett nagyon-nagyon sok empatikus közegben létrejött terápiát kapni, akkor a gyereknek bepattant a helyére az, hogy mi történt vele, mennyi traumája van, és rájött arra, hogy neki nem az identitásával van probléma, hanem kiütközött az identitás zavarában az a rengeteg trauma, ami vele történt. És ez egy gyönyörű, szép folyamat, és azóta a gyerek már így vágányon van, meg beállt arra, hogy ő, ugye nem tudom, lány, meg hetero, vagy fiú, és hetero. Nem azt mondom, hogy a hetero vágányra kell beállni, de hogy ő megtalálta önmagát. És ez a kulcs, hogy szerintem a szülők szempontja, egy jó szülő szempontjából, tehát ha én mondjuk szülő lettem volna, nekem csak az lett volna fontos, hogy a gyerekem legyen az, aki ő. Legyen boldog. A faszomat se érdekli, hogy hogyan, tehát ő villanykörte akar lenni, legyen villanykörte, de legyen önazonos, és legyen boldog, és ne legyen az, hogy 16 évesen én elhiszem neki, mert már hetek óta csapkod itthon, hogy ő transz, elviszem átműtetni, aztán fél év múlva, amikor pszichológushoz jár, kitalálja, hogy mégse. És akkor ott állunk levágott mellekkel, hogy szevasz, bazd meg, hát akkor az remek döntés volt. Tehát ennek a videónak nem az a lényege, hogy bárkit is megbélyegezzek, vagy lebeszéljem róla. Mert van, aki megtalálja az identitását úgy, hogy transz. És nekem az tök oké. Csak azt mondom, hogy bármi, ami az identitással kapcsolatos, arra érdemes tinédzser kortól egy szakemberrel ránézni. Szerintem ez nem egy ilyen elátkozandó dolog, nem? Hogy most így ebbe az irányba terelem a szülőket, hogy a szülőnek is érdemes elmenni, mert nagyon érdekes, van, hogy a szülő nyom el magába valamit, ugye, és kijön a gyereken. Tehát van, hogy az apuka látens meleg, de hát nem jön ki belőle, meg éli a család életét, és elfolytja, és megjelenik a gyerekben. Tehát mielőtt bármit csinálunk a gyerekkel, pszichoterápia, múltfeldolgozás, traumafeldolgozás, legyen róla egy diagnózis, attól nem kell megijedni, mert ha van diagnózis, lehet fejleszteni a gyereket, tehát ezért érdemes már pici kortól mindenféle foglalkozásokra, közösségbe vinni a gyerkőcöt, ugye autiknál van, nagy kedvenceim ők is, hogy pici autik, hogy pici korban már egy csomó mindenféle jele van az autizmusnak, most erről nem fog beszélni, mert nem értek az autizmushoz, de tényleg a közösségi média is tele van, hogy milyen jelei vannak, és ugye ha korán elcsípik, akkor vannak ilyen szuperképességek, amiket tök szépen lehet fejleszteni. Számomra nincs ezzel semmi probléma. Autikkal aztán végképp nincs semmi probléma. De nagyon fontos, hogy a gyerek mindig kapjon fejlesztést, meg terápiát. És amikor a gyerek azt mondja, hogy ő transz, semmi probléma nincs vele, picit ránézünk a lelki részére, és amikor ez megvolt, a gyerek lehúzott egy pár évet önismeretben, akkor meglátjuk. De mondom, olyan is van, hogy ez az identitás, ez hetente más a tiniknél. Azt se tudja, merre van arccal. Hát képzeld el, hogy én ugye 90-es években voltam tini, én se tudtam, hogy nekem mi van, nekem még papírom is volt róla, bazd meg, 2001-ben ott hány éves voltam? Ott már 24 voltam, amikor fönn voltam a gyógyóba, Tündérhegyen, nyilván Tündérhegy nem gyógyó, hanem pszichoszomatikus osztály, és fönn voltam Tündérhegyen, és én kaptam egy papírt arról, hogy nekem identitászavarom van. Bazd, nekem kurvára nem volt soha identitászavarom, tehát én világéletemben éreztem azt, hogy én a faszikhoz vonzódom, de hogy annyira megvoltam kattanva a depressziótól, meg a pánikbetegségtől, meg szorongás, mindenféle szarságtól, hogy kaptam egy olyan papírt, rá volt írva, hogy identitászavar, és akkor kérdeztem, hogy ez most azt jelenti, hogy nem tudom, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Nos, képzeld el, ha én 24 évesen kaptam egy ilyen papírt, akkor a mai 10 évesek, akikre ömlik bazd meg a szar az internetből. Nekem Istennek hála nem volt internet. Annyira hálás vagyok, hogy ki tud fejlődni az idegrendszerem, meg hogy nem vertek, nem erőszakoltak, nem baszkodtak a falhoz. Tehát én szerencsés vagyok, mert nekem ki tud fejlődni az idegrendszerem. A mai gyereknek nem tud, mert a 2 éves már önállóan választja ki a tableten, a YouTube-ról a Bogyó és Babócát evés közben. Amiért Tari Anna Mária habzószájjal üvölt, tehát akinek tini és kicsi gyereke van, kötelező Tari Anna Máriát olvasni a sajnos. Ugyanúgy nem mond kellemes dolgokat, mint én, csak egy picit okosabb megképzettem nálam. De hogy ez az idegrendszer, ez nem egy tréfa dolog. Tehát, hogy ennek meg kell érnie evolúció, meg minden, hogy nem arra van kitalálva az idegrendszer, hogy a 10 hónapos gyerek villogó fényeket és mindenféle információkat kapjon, vagy a 3 éves, vagy az 5, vagy a 10 éves gyerek mindenféle túlterhelt
villogó infókat, meg jutalmakat kapjon, amitől az agya bazd meg így összezavarodik. És akkor persze belép a tinédzserkorba, és akkor közli, hogy ő transz, meg nem transz, meg meleg, meg ilyen, meg olyan szeg, meg íze, és akkor ott áll a tini bazd meg, hogy azt se tudja, hogy melyik bolygón van. Tehát hatalmas a szülők felelőssége, nem fog belemenni a képernyőidő, meg a közösségi média, meg a YouTube használatára a gyerekkorban, ezt, hogy Tari Anna Mária leveri a szülőkön, ez nem az én posztom. De hogy képzeljük már el azt, hogy a mai tizenévesek fejében mi van, pontosabban nem tudjuk elképzelni. Mert én ismerem, látom őket, és azt látom, hogy meg így túl sok felesleges információ van a fejükbe, ami kurvára összezavarja őket. És ahhoz, hogy ez egy picit le tudjon csillelni, meg higgadni, hogy nyilván jó egy kis közösségi média megvonás, meg egy kis telefon, meg egy kis tablet megvonás, és tök jó, hogyha van egy jó terapeutája a tininek, akivel rálát a saját belső működésére, rálát a saját identitására, és a kap egy empatikus támogató segítőt, akivel ezen tud dolgozni egy pár évig. Ennyi a mondani valóm, nem az, hogy a transzokat ki kell átkozni, mert nem, Isten, ments. És hogyha azt mondja, hogy oké, és hogy boldog felnőtt transz lesz, én leszek a legboldogabb a világon, hogy egy boldog felnőtt transz, mert van ilyen. Csak azt mondom, hogy első bemondásra ne ugorjunk a kútba a tinivel együtt, mert lelkileg, biológiailag, pszichésen, az ugyanaz, mint a lelkileg, ez egy képlékeny időszak, tehát olyan, mint a tészta. Bármilyen forma lehet még belőle. Aztán ez a tészta összeáll, meg kicsit megkeményedik, meg fölvágjuk ilyen darabokra, berakjuk a sütőbe, és akkor már fix. De hogy mondom, ilyen 20 éves kor alatt, én biztos, hogy semmit nem csináltam volna a gyerekemben, akárhogy hisztizett volna, vagy nem tudom. Mondjuk 18 fölött meg már lehet, hogy nem kell szülői engedés, akkor ő csinált volna vele valami, de hát akkor ugye nem marad, mert agyon kell verni, hát ennyi. Viccelek, nehogy komolyan vegyük. Jó, szóval, hogy nem az ítélet, meg a nem ítélet van bennem, meg nincsen bennem dű, csak annyi, hogy láttam már Karon Varjút, és láttam azt, hogy transzgyerekből hogyan lett nem transzgyerek, meg láttam azt, hogy a trauma hatására mennyire szét tud esni az identitás. Úgyhogy mielőtt bármit csinálnánk, trauma és múltfeldolgozás ajánlott a tini gyerkőccel a szülőknek együtt. Jó, utánam a vízözön, köszönöm a figyelmet, sziasztok!